Szépen teljesített a Vármegye. Érsekcsanádon tartotta a ciklus záróülését a közgyűlés. Dr. Beck Félix Bódog tér. Közterület viseli ezentúl a Bajáról elszármazott orvos nevét. Judo, küzdősport, amerikai foci és labdarúgás színes kínálatból választhatnak a sportbarátok a hétvégén. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Szeptember 27-e péntek van, kezdődik a híradó a Bajai Televízióban. Érsekcsanádon tartotta az önkormányzati ciklus utolsó ülését a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés. A ciklus záró eseményen többen köszönetüket fejezték ki a legköszönő elnöknek, Rideg Lászlónak, aki reméli, hogy a következő 5 évben is hasonló konstruktív megoldások születnek majd. Az ülésen elhangzott az is, hogy augusztus 15-ével különleges gazdasági övezetté nyilvánították a paksi atomerőmű területét, és az onnan befolyó helyi adóbevételek 37,5%-a Bács-Kiskun vármegyébe kerül a jövőben. Ennek 80%-át a vármegye önkormányzata kormányrendeletben rögzített 29 település fejlesztésére kell, hogy fordítsa. Utolsó ülését tartotta a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat közgyűlése pénteken az érsekcsanádi Csuka Zsigmond művelődési házban. Az eseményen 8 napirendi pontot fogadott el a testület, amelyek főként az elmúlt 5 év munkájáról szóló beszámolót tartalmazták. Rideg László leköszönő elnök úgy fogalmazott: gyorsan eltelt ez a ciklus, bár voltak tényezők, amelyekhez alkalmazkodni kellett, például a koronavírus. Én nagyon köszönöm mindenkinek, kollégáimnak is, munkatársainknak, meg természetesen a közgyűlési tagoknak is, hogy ilyen hozzáállás mellett tudtunk sok mindent létrehozni. A települések számára a legfontosabb az volt, hogy a topos pályázatok megtörténjenek, befejeződjenek, és hát el lehet mondani, hogy kivétel nélkül Bács-Kiskunban minden egyes településen meg tudtuk csinálni, és leggyorsabban a 19 megye közül mi tudtuk felhasználni a pénzeket is, az uniós pénzeket is, úgyhogy le a kalappal tényleg a szakmai stáb előtt, hogy idáig eljutottunk. Rideg László hozzátette: sokat dolgoztak a megyei identitásérzés erősítéséért is. Ennek nyomait tartalmazzák azok a mesekönyvek és filmek is, amelyek helyi gyűjtésekből készültek. Emellett számos személyes találkozó is megvalósulhatott, amely a turizmusban érdekelt kapcsolatok ápolását támogatta. Az elnök bízik abban, hogy ez a jövőben is folytatódik majd. Dr. Zöld László Csabáné híradónknak úgy nyilatkozott: örül annak, hogy egy haladást segítő csapattal dolgozhatott együtt. Most volt először olyan 5 év, amikor a képviselőknek lehetősége volt javaslattal érni, és mi ezt meg is tettük, és éltünk vele. A mi részünkről az volt az igény, hogy minél több települést ismerjük meg, tehát ne csak Kecskeméten legyen a közgyűlés, hanem menjünk ki településekre, hiszen akkor tudunk olyan döntéseket hozni, hogyha látjuk, hogy azon a településen mi van, mi a pozitív, mi a negatív észrevétel, és ez meg is történt. Dr. Zöld László Csabáné kiemelte: azon felül, hogy valóban megismerhették a településeket, számos olyan döntést sikerült meghoznia a közgyűlésnek, amelyek tovább növelik a vármegye településein élők életszínvonalát. A hagyományoknak megfelelően Rideg László elnök és a vendéglátó polgármester Felső Róbert elültettek egy fát, amely a helyi szabadidő parkban kapott helyet. Az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság megkezdte a működési területén lévő csatornák, holtágak, tározók vízpótlását. Pénteken reggel a bajai szakaszon a Duna 788 centis volt, de az előrejelzés szerint vasárnapra már 7 méter alá apad a vízszint. Az önkormányzat így péntek reggeltől elsőfokú készültséget rendelt el. A Dunai árhullám vízkészletét hasznosítva az árvíz levonulásával egy időben megkezdték a tassi vízbevezető zsilipen keresztül Tastól Bajáig húzódó, a kiskunsági főcsatornához és a Dunavölgyi főcsatornához tartozó vízrendszer vízpótlását. Számításaik szerint ezáltal 1,2 millió köbméter víz került a csatornákba. A vízpótlást tovább folytatják, mértékét fokozatosan növelik.
A tervezett ütem szerint a következő egy hétben a Dunából további 4 millió köbméter vizet engednek a vízfolyásokba. A Ferenc tápcsatornába a Deák Zsilipen keresztül a vízpótlást a vízjárási feltételek teljesülése esetén azonnal megkezdik. A tápzsilipek nyitásával és a tervszerű víz szétosztással a Kadia-Ó-Duna tározóba körülbelül 130 ezer köbméter, míg a Kládja-Duna ágba 200 ezer köbméter, összesen körülbelül 2 millió köbméter friss Dunavíz kerül a térségbe. A víz kivezetésekkel számos csatorna, holták, természetvédelmi terület, tó és tározó vízpótlása valósul meg az Alsó-Dunavölgyben, közvetett módon pedig a vízszétosztás pozitív hatást gyakorol a talajvízkészletekre is, tájékoztatott a vízügy. A Bajai Önkormányzat közleménye alapján szombaton megnyitják a Borbíró sétányt és a tűremlékműhöz vezető utat is, az apadás üteme és a jelenlegi vízállás lehetővé teszi a hajózást, így a vízi közlekedés zárlata is megszűnt. Ugyanakkor a nagy mennyiségű úszadék miatt a folyón a közlekedés balesetveszélyes, mindenki fokozott figyelemmel és körültekintéssel járjon el a hajózás során. A Baja-Pörbői közötti útszakasz péntektől zavartalanul járható, tudatta a Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság, az 55-ös számú főúton feloldották a forgalomkorlátozásokat, így a nap 24 órájában korlátozás nélkül lehet közlekedni. Teret neveztek el Baján dr. Beck Félix Bódogról. A településen korábban élő és tanuló, majd Amerikába emigráló orvos ízületi és reumás betegségek méhmérek segítségével történő kezelésére szakosodott, és ő alkotta meg a méhmérek terápia, vagy más néven apiterápia kifejezést. Az Attila és az Alkotmány utca sarkán lévő tér mostantól a bajai származású sebész nevét viseli. Itt az Attila és az Alkotmány utca sarkán álló épületben született és élt dr. Beck Félix Bódog, Amerikába emigrált orvos a 19. század végén. Szülőháza a Lomb utca 353 alatt volt, akkoriban így hívták ezt a teret. A zsidó származású Beck Bódog a bajai izraelita hitközség elemi iskolájába, majd a ciszterci rend katolikus főgimnáziumába járt. Később elkerült a városból, mondta Mayer János, a bajai honpolgár főszerkesztője. Orvosi diplomát szerzett, azt még Budapesten szerezte, de aztán a 20. század legelején valószínűleg egy testvérét követve kivándorolt Amerikába. Aztán ott indított el egyrészt egy orvosi praxist, másrészt pedig megalapozója lett egy olyan gyógymódnak, az úgynevezett apiterápiának, amely a méhcsípéssel történő gyógyítás eszközével élt. Az orvos úgy vélte, hogy az ízületi és reumás betegeket lehet méhméreggel gyógyítani, több ezer beteget kezelt méhszúrással. Az ő nevéhez fűződik a méhméreg terápia, vagyis az apiterápia kifejezés is. Két könyv is megjelent munkásságáról, mondta dr. Körmendi Rácz János, a Magyar Apiterápiás Társaság elnöke. Többnyire a sok ízületi gyulladásos betegeket kezelte méhszúrással, talán ide kapcsolhatók az ő legnagyobb eredményei, de egyébként sebészként foglalkozott rákos betegeknek a röntgenes diagnosztikájával, ami akkor egy nagyon új terület volt. Tehát egy széles látókörű orvos volt, Manhattanben, hát ugye az New York abszolút belvárosa, tehát ott dolgozott és ott alkotott. Bajai helytörténészekkel egyeztetett régi térképek tették lehetővé dr. Beck Félix Bódog szülőházának pontos azonosítását. Közel 5 évvel ezelőtt vetődött fel, hogy közterületi emléket állítsanak az innen elszármazott orvosnak, dr. Körmendi Rácz János ötlete nyomán, fogalmazott a téravaton Hajdú Miklós, Baja alpolgármestere. Ez volt az első kiinduló feltétel. A második ilyen feltétel, hogy a kis terecskénket, ahol most állunk, azt el lehessen nevezni, ehhez önálló helyrajzi számot kellett neki biztosítani, itt a két utca találkozásánál neki magának nem volt ilyen önálló helyrajzi száma. 4 év alatt sikerült eljutni odáig, hogy földhivatalilag bejegyzett önálló helyrajzi számon állunk most. A harmadik feltétel is teljesült, amikor Baja megyei jogú város képviselőtestülete egyhangulag megszavazta az elnevezést az augusztus 29-i ülésén.
jelentősen alulmúlja a kormányzati várakozásokat az Erasmus Plus program helyettesítésére létrehozott Pannónia ösztöndíj program népszerűsége, írta meg a Népszava. A programot kezelő Tempusz közalapítvány közlése szerint idén augusztusban és szeptemberben több mint 700 magyar egyetemi hallgató ment külföldi felsőoktatási intézménybe tanulni. Ezek a számok jóval alacsonyabbak annál, amire a kormány számított. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, akkor még felsőoktatási államtitkárként tavaly évvégén erre az évre 8000 fő részvételét várta. Tavaly még 10000 hallgató tanult külföldön az Európai Unió által finanszírozott programban, amely azonban a modellt váltott intézmények hallgatói számára 2022. december 15-e óta nem érhető el, adta hírül a lap. Augusztus 4-én este eltűnt Bálint Kálmán, 70 éves rémi lakos. A kiskunhalasi rendőrkapitányság munkatársai, a helyi és a felsőszentiváni polgárőrök, valamint önkéntesek is keresték a férfit a tanyavilágban és a falu környéki erdőkben. A rendőrségi körözést a Bajai Televízió is közzétette. A család ma értesítette szerkesztőségünket, hogy szeptember 26-án csütörtökön találták meg a férfi holttestét, aki önkezőleg vetett véget életének. A régmúlt emlékeit ma már kevesen őrzik, ennél pedig már csak azon fiatalok száma kevesebb, akik népi mesterségeket űznek. A nagybaracskaiak számára fontos a hagyományőrzés, így az itt élő gyermekeket is ilyen szellemben nevelik. Bajko Bencélnek kiskora óta szenvedélye a néptánc és a népzene, ezeknél pedig csak a bácskai és a sárközi népviseleteket szereti jobban. Jelenleg a varrási folyamatok zajlanak egy hamarosan elkészülő népviseleten. Bajkó Bence, nagybaracskai népi sejemfestő dolgozik a bácskai és sárközi ruhadarabokon, amelyeket ő maga fest kézzel. A fiatal elmondta, néhány évvel ezelőtt kezdte el érdekelni őt ez a munka, de már gyermekkora óta rajong a néptáncért és a zenéért is. Adó tanácsadói főállása mellett gyakran tölti idejét műhelyében, ahol folyamatosan készülnek az újabb és újabb ruhák. Az egész indítatás egyébként úgy kezdődött, hogy a húgomnak szerettem volna születésnapjára venni egy mázolt sejmet, mint ajándékot, de rájöttem, hogy ez nagyon nehéz, ugyanis amik rendelkezésre állnak, azok kicsi, kopottak, piszkosak, illetve kikopott belőlük a festett virág, és hát egyik reggel úgy ébredtem föl, hogy hát ha 100 éve meg tudták csinálni, akkor ma én miért ne tudnám megcsinálni. Bajkó Bence elárulta, a régen készült sejemanyagokat ma már nem lehet megfesteni az új festékekkel, így saját maga kezdte el kutatni Európa szerte a nagyobb gyárak kínálatát. Mára már pedig teljesen kitapasztalta, hogyan érdemes megfesteni a mázolt sejmet. Elárulta, a népviseletekre nagy a kereslet a piacon, és az egyes hagyományőrző csoportok mellett magánszemélyek is érdeklődnek a kézzel készített ruhadarabok iránt. Ősszel számos szüreti mulatságot szerveznek a környékbeli településeken, és olyanok is szeretnének felöltözni a kézzel festett motívumokkal díszített viseletekbe, akik nem őrzik aktívan a hagyományokat, ezzel több fiatalnak is meg tudja mutatni a magyar kultúra szépségét. Tette hozzá Bajkó Bence. A népi sejemfestő egyedülálló mesterség az országban. Évelején kerestek meg azzal a lehetőséggel, hogy szeretnék a sejemfestést, mint népi mesterséget felvetetni a népi mesterségek tárába, ám ehhez szükséges egy olyan alátámasztó dokumentáció, amely nem állt rendelkezésre ugye ennek a területnek a nem meglévő kutatottsága miatt. Tehát hiányos volt a kutatottsága, és ezért én évelején elkezdtem egy tanulmányt írni, és körülbelül május-júniusra el is készült, ebben a Pécsi Néprajzi Múzeum volt a segítségemre, akiknek nagyon hálás vagyok. Bajkó Bence tevékenységéért tavaly ősszel kiérdemelte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Mesterremek versenyén az Ifjú Kézműves Remek díjat. Hálás az elismerésért, ugyanakkor nagy felelősségnek érzi azt, mivel úgy véli, nem csak a színvonal megtartása, hanem annak emelése is fontos. A fiatal elmondta, a magyar kultúrában számos népi mesterség kihalófélben van, ezért szeretné felhívni kortársai figyelmét az utánpótlás fontosságára.
2014-ben 43 helyen mintegy 11.160 kékvércsét sikerült megszámlálniuk a szakembereknek, azóta ezt a számot egyik évben sem sikerült túlszárnyalniuk a madaraknak. 2024. szeptemberében azonban megdőlt a rekord, 11.751 éjszakázó kékvércsét számoltak 49 különböző helyen a pozsonyi síktól Magyarország síkvidéki és hegylábi területein át egészen a Vajdaságig. Derül ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kékvércsevédelmi munkacsoportjának beszámolójából. Az MME kékvércsevédelmi munkacsoport koordinálásával zajló monitoringban szlovákiai, romániai és szerbiai természetvédelmi szervezetek, valamint a hazai nemzeti parkigazgatóságok és az Egyesület önkéntes megfigyelői és főállású szakemberei számlálják heti rendszerességgel a kékvércséket minden ősszel. Napokon belül elkezdődik azonban az intenzív vonulás. A vércsék túlnyomó többsége elhagyja régiónkat, hogy 8500 kilométeres vándorútja végén Afrika déli részében töltse a telet, tudatta az Egyesület. A témával a híradót követően a friss Zöld úton című magazinunkban részletesen is foglalkozunk. Az MVM D-MÁSZ elektromos földkábel cserét végez szeptember 30-a hétfőtől a belvárosban, így előreláthatóan két hétig nem lehet megállni a Munkácsi utca, Telcsede és Táncsics utca közötti szakaszán, mert felbontják a járdát. A kivitelező Bajai Kommunális Nonprofit Kft. Végig biztosítja a gyalogos közlekedést, így az Ady Endre Városi Könyvtárba való bejutást is. Az arra haladók megértését és türelmét kérik. Igazi dömping várja a sportkedvelőket ezen a hétvégén. Mindkét foci csapatunk hazai környezetben lép pályára, megmutatják magukat a speciális dzsúdósok, VFC Hungary magyar kupát rendeznek, és hazai pályán mutatkoznak be az amerikai focisták. Hétvégi előzetesünk következik. Szombaton több különböző sporteseménynek ad otthont városunk. A Mogyi Bajai Judo Klub termében lépnek tatamira a speciális judósok. A Bajai Egyesület és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében a mérlegelés és a divizionálás után 10 órakor kezdődnek a küzdelmek. Hazai pályán is bemutatkozik a Baja Raiders amerikai foci csapat. A fiúk szombaton délután a Baja Szent Istváni foci pályán első alkalommal rendezik meg az amerikai futballkupát, ahol a hazai együttes mellett az Oroszlány Bears és a Vihassarki Vitézek lépnek pályára. A bajai fiúk délután 1 órakor játsszák első mérkőzésüket. Szombaton egésznapos programmal várják a küzdősport rajongókat az MNAMK sportcsarnokában. Mezőfi András és a VFC Hungary Szövetség harmadik alkalommal rendezi meg a K1 Magyar Kupát. K1 Light Magyar Kupáról beszélünk, ugye egy ringgel, egy pásttal. Pontos számokat tudok már mondani, 184 versenyző nevezett két kategóriába, illetve 30 sportegyesület, és közel 100 mérkőzés lesz. Ugye ez a számításaim szerint 99 vagy 101, mert ugye nem tudjuk még, hogy esetleg valaki hiányzik-e, tehát ez is egy nagy szám. A szombati esemény reggel 3:49-kor a megnyitóval indul, majd este 7 óráig zajlanak majd a mérkőzések. Hétvégén mindkét labdarúgó csapatunk hazai pályán szerezheti meg a győzelmet. Szombaton délután 16 órától a Bajai LC első osztályú gárdája a sereghajtó Bácsalmási PVSE csapatát fogadja a Vasvári Pál utcai sporttelepen. Vasárnap a Baja Szent Istváni SK Felső Szent Iván elleni találkozója szintén délután 4 órakor kezdődik a Szent Istváni focipályán. Főbb híreink következnek most röviden. Szépen teljesített a vármegye. Érsekcsanádon tartotta a ciklus záróülését a közgyűlés. Dr. Beck Félix Bódog tér. Közterület viseli ezentúl a Bajáról elszármazott orvos nevét. Judo, küzdősport, amerikai foci és labdarúgás színes kínálatból választhatnak a sportbarátok a hétvégén.
Kedves nézőink, a hét utolsó hírműsorát láthatták itt a Bajai Televízióban, hamarosan elmondjuk még az időjárás jelentést, és a Duna víz állásának adatairól is tájékozódhatnak. Friss összeállítással hétfőn este 6 órakor várom majd önöket. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Hajnaltól egyre nagyobb területen növekszik és vastagszik a felhőzet, ezzel együtt nő a csapadékhajlam is. Szombaton napközben tovább növekszik a csapadék intenzitása és területi kiterjedése. A délnyugati déli szél egyre inkább északnyugatira fordul, több helyen élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 16 és 25 fok között várható.